És starter indult a lovas utánpótlás kupa 5. futama. Az indítás követően Pinkez nagyon jól, Safival, Mátix-el egyetemben. Némi meglepetése, Summerstar nagyon nehezen tud lábra kapni, és egyelőre Déva Vára is csak a mezői második felében bent a falon. Safi egyelőre vezet, azonban ott van teljesen mellette a favorit Pink. Safi és Pink, Mátix mellett pedig kívülről Stefani az, aki elmegy. A mezőny pedig lassacskán most már áthalad az ügető átjárón. Messze leszakadva legalább 5-6 hosszra tőlük következik a két tréningtárs, piros sapkában Summerstar, mellette pedig Déva Vára. Az utolsó 1000 métert kezdi most már a mezőny, és Safi egyelőre mindig vezet Pinkkel szemben. Safi és Pink Stefania könnyedén zárkozik fel melléjük, mögéjük ott van most már a harmadik pozícióban, két osszal követi őket Mátix, aztán jön Déva Vára, Summerstar pedig egyelőre nem igazán akar lábra kapni, és csak a mezőny végén már belül fordul, és azért ezzel nyerhet néhány host. Belül még mindig Safi diktálja a tempót, és most már az utolsó 600 méteren belül jár a mezőny. Safi mellette pedig Pink, Safi és Pink, aztán jön Stefania, Mátix, kívül Déva Vára, bent a falon pedig Summerstar próbál feljebb jönni, amikor a mezőny most már a befutó egyenese fordult, és Safi vezet a starttól kezdve. Safi egyelőre még mindig az élen mellette, Pink folyamatosan megül tartja magát, Stefania még mindig a harmadik, Summerstar, Mátix, kívül pedig Déva Vára, amikor a mezőny az utolsó 300 méterre fordul, és Pink szépen lassan most már át fogja venni a vezetést Safitól. Pink most már vezet mögötte, Safi, Stefania és Mátix a sorrend, amikor már csak 100 méter van hátra, úgy fest, hogy a favorit meg fogja nyerni ezt a versenyt, még hátra nagyjából 50 méterre Pinknek az utolsó métereken. Stefania az, aki nagyon-nagyon megindul, Pink azonban még mindig vezet, és meg is nyeri a versenyt. Pink a nyerő, Stefania a második, harmadik helyre megérkezik Mátix, negyedik lesz Safi, ötödik Déva Vára, és csak hatodik Summerstar.